van egy elképzelésünk arról, hogy kell lenni valahol a teljességnek, a maradéktalan boldogságnak, kell lenni valahol. És én azt hittem, hogyha ötusában nyerek egy világbajnokságot, 16-17 éves koromban álmodoztam ilyenről, azt gondoltam, hogy ha nyerek egy VB-t, életem végéig olyan boldog leszek, hogy azt soha senki el nem veheti tőlem. Hát ez érdekes, Nyíregyházán 16 éves gyerek arról álmodozik, hogy ő VB-t fog nyerni. Chilében egy Benedek Gábor nevű magyar ötusázó világbajnokságot nyert. És akkor én már érintéstettségem volt lovaglásba, úszásba és futásba, de nem ötusázás szándékkal, úgymond véletlenül, amik természetesen nincsenek, csak váratlan dolgok vannak. És elkezdtem gondolkodni ezen, és az volt bennem, hogy magyar ötusázó világbajnok lett. Hát ha ő igen, akkor én miért ne? Én szerintem mindenki, aki az élsportban tevékenykedik, azok között nagyon sokan tisztában vannak azzal, hogy nem magukért versenyeznek, hanem van valami közösség, aki a háttérből nagy tolóerővel rendelkezik a versenyzőre vonatkozóan. És a Müncheni olimpián éreztem, hogy sok ember figyel Magyarországon, én rám vagy, sőt az elszaktott területeken is, és úgy éreztem, hogy felelős vagyok az ő hangulatokért, ha csak 5-10 percnyi időre is, akkor nagyon nagy a felelősségem. Mondtam magamba szinte, hogy drága magyar testvérem, ne haragudjatok, mindent megtettem a cél érdekébe, de látjátok, minél inkább akarok és görcsök, annál kevésbé megy. Megjött a belátás, hogy nem. A Zsoltárokban van egy ilyen mondat, ige, hogy az ember, akiben nincsen belátás, ha gazdag is, olyan, mint az állat, amelyre pusztulás vár. És nekem ez a belátás megjött. Beláttam. Nem megy, és az is volt benne, nem mondtam ki, de egy állap, hogy uram, ha nem, hát nem. És mikor ez a ha nem, hát nem megéket, abban a pillanat, mint amikor egy villanyt felkapcsolnak, valami érthetetlen derű, valami olyasféle, ami nem tudom, honnan szakadt, honnan van az öröm. És hirtelen csak adtam a találatot, nem kaptam a találatot, és kerültem abba az állapotba, amire Jézus mondja, elközelített a mennyeknek országa. Falcu még beleerősít. Gyerünk, Andriskám! A túlsó egyenesben nyújtott léptekkel gyönyörűen eszményi szép futó stílusban jön. A kanyarban is még tart az erőből, még 80 méter kell, nem több. András, gyere, 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 gyere! Remekül fut, remekül fut! Biztos vagyok benne, hogy nagy idő lesz. Na még 10 méter, Andriskám, gyerünk! 1, 2, most! És most van bent. Annak örülünk, hogy a mi fiunk, az ötszörös világbajnok, megnyerte az olimpiai bajnokságot. Olimpiai bajnok, Balcó András! Ott dobálják fel a levegőbe, mert csak lelehelyzétek! Balcó András 5412 ponttal olimpiai bajnok lett. Nekem hazát elhagyni, az nekem nem megy. Hosszú hetekig hoztam meg a döntést, mert nagyon sok országban hívtak versenyzésen befejezése után ilyen edzőnek. És úgy döntöttem, hogy beleképzeltem magam egy ilyen helyzetbe, hogy elmegyek valahová, és edzőnek,
és valami olyan rossz érzés töltött el, hogy nem. Csak azt mondom, nekem maradni kell. És ha én nem maradtam volna, a Küldetés című film nem készült volna el. Nekem egy ilyen helyzet jutott, hogy akik úgymond irigyeim voltak, azok azt hitték, hogy most jól megjártam, hogy nem nyertem el azt a beosztást, amit szeretném, hogy kellett volna a felnövekvő, utána következő generációt szakmailag segíteni. Nem sikerült, de valahogy egy nagyobb és bizony nemesebb feladat jutott. Az, hogy mehetek az országba, az elmúlt 76 óta, 77-ben mutatták be a Küldetésfilmet, azóta több mint 2000 helyen voltam Magyarországon, 90-valahány százalékban Magyarországon. Költeményekre tudok hivatkozni, magyarázatául a helyzetemre. József Attila mondja, hogy mégis magyarnak szám kivetve, lelkem sikoltva megriad. Édes hazám, fogadj szívedre, hadd legyek hűséges fiad.